Valami vihar dolog rémlik, hogy jön, ami nem jó. Így van, összefolynak, ezért mondom, ez a 4 év, ez mintha egy lett volna, vagy még annyi se. Ja, elég rendesen. Jó. Hol hagytuk abba? Emlékszik bárki? Melegen kell tartani pár házat még ma este, de reggel jön. Aha, tehát akkor be kell búgatni. Kevés a szén. Mi az, hogy kevés a szén? Kikérem magamnak. Aki kéne kutatni egy valami távcső dolgot. Hát nem igen fér ki magyarba, de ahogy látom, mintha azt már csinálnánk. Jó, és ezt... Nem írja, hogy... Ja, szüneteltetve. Ja, persze, munkaidőn túl vagyunk, értem. Aha, áttettük ide a nehéz norvég. Jó, eddig nem is láttam még a nevét, hogy ez az automatának a neve. És ugye embereket küldtünk a szénbányába, felturboztuk szépen. Ha látnám, hol van. A gitátorral, nagyon jó. Szállítás. Ja, van egy szén bányás behozatalunk, igen. Meg most mintha elkezdtünk volna acélt hozni, mert mintha az lenne marha kevés. És ezzel akarjuk látogatni a kőhajót. Meglepődnék, ha kőből lenne, maradjunk annyiban. Meg valami barlang. És itt lett 3 darab. A fát azt abba hagytuk. Miért is? Raktár tele van. Tehát addig ez itt fog várakozni, amíg le nem tudja tenni a fát. Értem. Jó. Mínusz 70 fok lesz megint. Kellemes a hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy... Ó, ez nagyon jó. Hűvösre esne vissza, hogyha nem durrantanánk be. Szerintem azt azért megejtjük, de nagyon... Ahogy nézem... Építenünk nem kell. Vagy van... Jaj, hogy működik ez? Ház... Munkásszálló. Aha. Hát szerintem majd a küldi után próbáljuk meg ezt a munkásszálló dolgot upgrade-elni. Aztán utána szerintem be tudják tenni a fát. Mi az, nem segített a te az, Zoli? Ajaj. Ez egy gyár, ahol nem csinálunk semmit. Miért is nem? Ja, nincs acélunk. Minden másunk lenne egy automatára is. Segített. Barackos. Nice. Medve volha, szervusz, köszönjük szépen a követést, érezd jól magad. Adom a neved. Barackos. Már mint hogy barackos tátra tea? Vagy milyen tea? Kutyaharapás szőrével alapon? Törvényközés még másfél nap. Nem emlékszem, hogy bármit félbehagytam-e. A... miattok. A kutatáson túl. Akkor szerintem elindítom a játékot most így. Hát nem is tudom mennyi idő után. Rendes tea? Na, ez kellemesnek hangzik az.
Jó kis csillelés. Kevés a szén, az mondjuk nem tetszik. Na most ezért, hogy be tudják tenni a fát, én most építsek egy falrakót, hogy el tudjon menni szénér. Hmm. Tehát, hogy az lenne az észszerű. Amúgy. Erőforrás raktár lesz a neve. Hmm, ja. Megkap egy utat. Oké. Droidos! Droidos Toritos. Hú, de ezt valaki gyorsan el tudja mondani. Na. Jó, ha ez... ez felépül, azt mondjuk, hogy legyen fa. És akkor le tudjuk tenni, remélhetőleg. Hát igen, ezek a droid majszolások már csak ilyenek. Oké, okay, építik, nagyon jó. De ugye ez 300-at fog hozzáadni a raktárkészlet. Nem, hát nem a készlethez, hanem hogy mennyit el tudunk raktározni. Így akkor emetleg le tudja tenni a maradék fát, aki itt várakozik, és el tud végre menni kiépíteni a vas járatot. Vagy mi az acél? 12 óra fa, vagy mi az szén? Jó, igazából az a baj, hogy annyira csalóka az a szén mennyiség, hogy ahogy beér a szén, nem fog picsogni miatta. 800 szén jön. Most, tehát, hogy az a 12 óra az valószínűleg kétszer annyi. Viszont a felfedezők, vagy feldarítók elérték a kőhajót. Egy különös hely. Tájékozódási pontként használható. Nem tudunk semmit csinálni. Hát ez elképesztő. Jó, van-e nálatok bármi? Az a baj, nem tudom mennyi idő, míg ide ér a vihar, de ezt annyira megnézném. Amúgy, azt most, hogy mondod? Kicsit emlékeztet rá. Jó, nem bírok a véremmel, megnézzük. Jó. Akkor amit megnéztünk, az nagyjából egyelő volt a semmivel. Jó, itt azt mondjuk neki, hogy fa. Így be tudtuk raktározni, és akkor most már acélozik. Nagyon jó. Oké. 6 óráig kell melegen tartani. Ja, várja, tényleg, hogy vannak a börtöneink? Még mindig van 5 rabunk. 61 munkás nem csinál semmit, de nem is kell egy ember. Na, történt valami. Szökevény gyerek. Csökkenni fog a rep. Amúgy csomó játékban, amilyen, így van, jó munkás ember. Hogy valamilyen döntést kell hoz az adott szituáció alapján, és vannak választási lehetőségeid. Van előtte egy csomó szöveg, hogy mi történt. És van rád hatása annak, hogy mit választasz. Hajlamos vagyok, és nem tudom, hogy ti is így vagytok-e, kihagyni azt, hogy mi történt. Tehát, hogy ez a hat sor, ezt első olvasom, hanem, hogy mi fog engem érni a választásom miatt. Tehát, hogy anélkül választanék, hogy tudnék, mi tör- vagy tudnám, hogy mi történne. Anno? Ja. Nem akarom, hogy csökkenjen a remény. 30 étel adag. Van 443, meghozunk vagy 100 pluszt.
Jó. Hát mondjuk a címből szökevény gyerek szerintem ebből rak arra következhet, hogy valószínűleg megszökött és utána akar menni a paterja. De és még mindig nem olvastam el, hogy mi található, de szerintem legyen az, hogy kap kanyát. És akkor a 60, egy munkásból 60 lett. Durva. Jó. Na, azt mondja, hogy 3 óráig kell kibírni, de... Mi ez két... Ja, szerintem most bebúgatjuk. Mert nem akarom azt, hogy azért bukjam el a küldit, mert csökken a hőmérséklet, és az már pont olyan szintre bukik, hogy nem jó. Viszont már csak egy órát kell kibírnunk így, úgyhogy lehet, hogy pont elég lesz. Hát na! Talált valami érdekes színű hót, havat kint az üregen túl, aztán ígéret teljesítve, remény növekszik. Nagyon szeretjük az ilyet. Hát akkor nem is kell bebúgatnunk. Jó. Akkor mindig az van, hogy ahogy elkezdődik a munkanap, fejlesztjük ezeket a lencse dolgokat. Amúgy reggel 8. Túl hideg. Hát igen, már hideg van. Már mínusz 70, és emelkedünk egyet. De nem igazán panaszkodnak, hogy nagyon hideg. Most vesztettünk reményt valamiért. Miért is? Jó munkára, lustaságok. Na, itt miért van hideg? Ja, mert a hőfok izé nem ér oda. Jó. Hát de hogy be van kapcsolva a hősugárzó. Értem. Hajjaj, akkor ide kelleni fog. Most vagy leteszek még egyet, de azt igazából pazarlásnak érzem. Vagy majd, ha ez elkészül, 12 óra. Hát, akkor ez majd csak holnap lesz meg. El kéne gondolkodni azon, hogy ilyen fűtés dolgokban befektetünk egy kicsit, hogy gőzfűtő hatótávnövelés, az pont a fejem mögött van, így van. Vagy generátor hatótávosan, nem is, és akkor átrendezni ezeket a szutykokat. De most szerintem az a baj, meg fognak betegedni. Mibe fáj egy ilyen melegítő? 20 a cél. Nem igen van a célunk, úgyhogy nem kapnak. Jó. Azt mondja, hogy raktár limit. Miből vagyunk tele? Szénből. Nem. Ez kizárt. Hogy? Hallod? 2/5 üres, és azt mondja, hogy tele van. Jó, mindegy. Várakozunk. Viszont hova tűnt az egyik csapatunk? Hova lettek a szenesek? Halló? Egyhoz acélt. Egy elérte a fűrészmalmot, egy pedig megy. Hova tűnt a szenes? VTF? Jó, viszont nézzük, találtunk fát. Hát ez elképesztő. Mondjuk egy fűrészmalomtól mit várok? Azt a rohadt 255 fa. Oké. Akkor tik. Ugye ők mennek oda. Jó, ez mennyi idő nektek? Egy nap, 22 óra hazajönni. Hogy? Milyen háromszögeléssel? Na mindegy, jó. Nem kérdőjelezem meg a dolgokat, gyertek haza, majd kimentek újra. Jó. És ne... Jó, ez már megtörtént.
Oké, akkor most kis nyomozás. Hova tűnt a csapatunk? Ezek az acélosok, ezek oké. Hol vannak? Már hogy konkrétan nincsenek a térképen. Meg nincsenek a csapataim között. Vagy hideg van és nem tudnak dolgozni? Dermesztő. Az lehet. Ez dermesztő. Ez pedig szintén dermesztő, tehát akkor ez nem magyarázat. Ez marha érdekes. Na hát addig nézzük meg a másik csapatot. Meg hírt arról nem kaptam, hogy elveszett volna. Ugye? Ugye? Találtunk túlélőket? Ne! Így tudok nekik munkát adni. Néhány fáradt ember. Nem mind. Én is elgyanakszom, csak hogy eddig sose tűntek el az oldalsávról, mint csapat. Vagy csak nem figyeltem? Azt mondja. Ó, ja, hogy élnek a barlangba is barátságtalanok. Gyengék és betegek. 35 melóst. Ó, ezek amerikaiak. De miért nincs olyan, hogy ott hagyom őket? Ha gyerekeket ott lehet hagyni őket, miért nem? Így is tele vagyunk. Mert ugye, hogyha csak szimplán megpróbálunk beszélni velük, mondjuk ott vagy meggyőzni, tehát lehet, hogy nem jönnek haza. De ha igen, akkor az 35 ember, akiknek nincsen most fedél a fejük fölött. Ez 4 ház, mondjuk. De betegek. Fegyverezzük le őket. Kíváncsi vagyok. Megtámadjuk őket. Megtaláltuk Tesla testét. Szomorú. Tesla sírja. Hát jó. Látok. Azaz. Nincs náluk semmi. Jó, akkor menjetek még. Hófötte ellátmány. Vagy hagyott pocsolya. Legyen az ellátmány. Aztán a pocsolya. Azok jönnek haza. És én nem láttam, hogy itt lennének. Na mindegy. Én hiszek Bicnek. Jó. Még 12 óra, tehát ja, ma nem fog elkészülni ez. Úgyhogy most kvázi tényleg az van, hogy csak sodródunk az árral, nem igen tudunk mit kezdeni magunkkal jelenleg. Jó sok ellátmány érkezik hamarosan. 200. Aha, lesz 300 acélunk. Szerintem abból majd egy 100-ast el fogok használni egy automatára. Aztán valóban be kéne őt tenni. Tényleg nem tudok addig, úgyis vagyunk 60-an, építeni egy
Enyhe fagyás. Hát igen. Nagyon hideg van. Így van. Szóval, hogy még acélt... acélmű. Ja nem, tényleg ez van, hogy... hogy csak ez a két bányánk volt. Ha jól rémlik. Mert ugye már ez is régen volt. Azt mondja, hogy acélmű. Hát nem csak fejlett acélműt fogok tudni szerintem. Az szomorú. Hát jó. Nem olyan tudom ennél jobban megszaporítani a acéltermelésünket. Mi történt? Egy ember meghalt. Szomorú. Kezelés hiánya miatt. Bernice Howard. Az nem lehetséges, hogy... súlyos beteg. Hát de várjál már, ők miért nem feküdnek be? Ők börtönben vannak? Börtönben vannak. Hát... akkor igazából... vessenek magukra. Jó, még van két rab. Ők kijönnek, és akkor le is bonthatom a börtönt elvileg. Mi? Két nap? Két nap. Nem valami 12 óra volt? Vagy az más épület volt? Hm? Na mindegy, előtt elértük a holfötte ellátmányt, találtunk nyers ételt. Nagyon jó. Fogjuk, és menjünk a következő helyszínre, a pocsolyához. Nincs hely a raktárba. Ó, dehogy nem. Jé, most visszakerültek. Hát itt van. Csak mondom, eddig nem figyeltem fel arra, hogy eltűnt volna maga az ikonjuk innen oldalról. Azért ijedtem meg igazából, semmi másért. Jó, hát ezzel a két súlyos beteg, akkor nem tudok mit kezdeni, ők ott vannak a börtönben, meg fognak szépen dögleni. Bár... nem bontom le felőlük a börtönt. Ó, de várjál. Tényleg túlságosan kellemes itt az idő. Na, azért nem kell ide fűteni. Tényleg van még, amit így bekapcsolva hagytunk? Bakker. Gőzfűtő, azok kell, hogy menjenek. Egészségügyi sátor, kifőzde. Kifőzde. Biztos, hogy kell az. Ja, most általános ételt kaptok a leves helyett, és így is tele vagyunk kajaügyileg, az tök jó. Így, hogy megy a hősugárzó, így van hideg. What? Ja, kéne egy kis upgrade már neki. Jó, akkor hősugárzó, vagy mi az, kifőzde hősugárzója maradhat. Műhely nem kell. Egészségügyi sátor, tehát... na várjál, 4 betegünk van 20 férőhelyre? 4-0, oké, akkor... ez 0, üzemen kívül nem fűtjük. Hát na, ha nem menne a fősugárzó, akkor... kettővel hidegebb lenne, mint hideg, ami azt jelenti, hogy dermesztő. Tehát jó az a hősugárzó, csak lehetne több. Lehetne több. Műhely, műhely, szénbánya. Szénbánya kell, mert amúgy nem fognak dolgozni. Fűrészmalom. Na ide aztán tényleg nem kell, mert csak a robot van itt, bakker. Itt totál nem kell. Jó. Azzal is nyertünk egy kicsi fogyasztást, tök jó.
Üvegház. Jó. Nem hiszem. Jó, és mint hogyha két egészségügyi sátrat láttam volna. Mint... Ez ki van kapcsolva, ez megy. Ez is üzemel. Mi az anyámér üzemel? Oké, így, hogy ezt a kettőt kikapcsolottam, már is van. Hát egy rahedli munkásom. Na de. Ha ideérnek azzal a 100 szutyokkal, bár mondjuk, hallod? Én szerintem már most el tudom azt kezdeni. Csinálok egy automatát. Azt a 100 acélt azt el is használjuk, ugye, hogy van. 100 fát, abból rahedli van, és még jön. Van 8 gőzmag, 50 szén. Jó. Oké. És akkor majd... így van, itt hűvös. Hűvös az jó. És most ki van kapcsol? Tök mindegy, mert úgysem... úgy sincs már munkaidő, úgyhogy majd holnap legyártunk egy automatát. Ugye? Kiadtam. Tök jó elégedettségünk, elégedetlenségünk egyáltalán nincs. Ezek mindjárt meg hazaérnek. Ja, és innen tényleg eltűnik. Bakker, hogy ezt eddig sose vettem észre. Hát jó. Na, viszont. Á, mondjuk ne este szórakozzunk. Szerintem majd reggel, ahogy fel kell a nap. Bár mondjuk a hő... térkép szempontjából nem számít, nem? Hogy este van, vagy reggel, így is, úgy is mínusz 70. Hogy... ha tudunk upgrade-elni, akkor kéne... házat. Ja. 17 acélba kerül. Jó, azokat csináljuk meg, kösz. Temetőben temetkeznek, milyen meglepő. Jó, akkor ezek meg is lettek. Nagyon jó. Hát én nem tudom, én szerintem ezeket kiadom, hogy így is jön már a hideg. Csökkentem a reményt vele, nem baj, rá fognak jönni, hogy jó ez. És mindjárt megérkezünk. Oké, felderítettük a fagyott pocsolyát, ami tájékozódási pont. Hát ez elképesztő. Tehát megint nem találtunk semmit. Ó, ez már nem lehet megközelíteni, mert elérte a vihar. Hú, bazeg, akkor spurizni kéne haza, gyerekek. Csak mondom, nálatok van bármi. 56 nyers étel. Hát... két nap, 7 óra. Menjetek! Igazából itt már nem fogunk tudni akkor semmit csinálni a vihar miatt. Úgyhogy... hát arra a... acél miatt a kömre... előörsre már nagyon figyelni kell, hogy mikortól nem tudjuk megközelíteni. És akkor nem tudom, honnan lesz acélunk. Ami annyira nem. Oké. Jó, és akkor... ja, most nem látom, hogy mennyi van hátra, mert ugye... nincs munkaidő. Nagyon jó. 167 acél. Jó, ezt a belső kört szerintem én itt... jaj. Befejezzem a grid ügyileg, aztán nézzük meg innen. Na, mi történt? Ja, reggel 5 óra ilyenkor visszaáll. Nagyon jó. Böriből... holnapra szabadulnak. Hát ez elképesztő. És akkor le tudjuk bontani. Kaja az nem vészes. Jó. Oké. Itt miért is nem?
Miért nem dolgoztok, lustaság? Jó. Oké. Akkor igazából jelenleg az van, hogy várunk, hogy hazajön ez a marha nagy szállítmány. És arra várunk, hogy 3 óra múlva befejezzék ugye a lencséknek a képítését, és akkor meg tudjuk mondani, hogy mennyi időnk van. Jó, van 10 betegünk és 2 nem tudnak. Ó, bakker, akkor ezt vissza kell kapcsolni sajnos. Ketten! 17. Ja, börtön? Hát, szomorú. Nem mindegy, ez ha holnapra eltűnik. Oké. Hát akkor szerintem... Mennyi idő? A nap végére meghozzák a következő adag szenet. Szenet? Mi az? Acélt. Nem túl acélos? Pedig. Hogy... 17 acél. Acél elfogyott. Tényleg? Na, azt mondja, hogy ki lett fejlesztve. Marha jó. Mondjuk... Egy hibát most itt elkövettem. Szerintem. Nem gondoltam arra, hogy most így eszembe jutott instant. Jó műhely, az ennyi volt. Közt legyártott az automata. Nagyon jó. Azt valahol akkor... gyerem, ez kutatás. Bakker. Mondjuk ez is mindjárt. Igen, tehát arra nem gondoltam, hogy valószínűleg egy csomó kutatáshoz kelleni fog acél. Mit akarjunk kutatni gyors? Valami fűtés dolgot kéne. A gőzfűtő hatótáv az 20 acél, marha jó. Generátor hatótáv 40 acél. Hősugárzó hatékonyság 40 acél. 9 óra, 10 óra, 10 óra. Ja, de úgyis még termelnek, úgyhogy ha 20 acélt elérjük, mondjuk attól függ milyen gyorsan. Egyre inkább szénfogyasztás megtriplázódik, akkor nem. Ez is több szén, na ácsi akkor. Ha én itt bármilyen upgrade-et csinálnék, hogy a generátor vagy pedig a gőzfűtőnek a ható sugara megnőjön, akkor a szénfogyasztásunk is nagyon meg fog nőni. A széntermelésünk pedig olyan... hát... Aha, nem győzik kiszedni. Akkor ezek lusták és nem dolgoznak. Ja igen, logikus, mert hát... Jó, nem gond, nem gond. Jaj. Azon kéne gondolkodjak, hogy tényleg... ahogy bejön majd a 20, illetve vagy a 40 acél, valamelyik hősugárzó hatókört én nagyon szívesen megnövelném. Csak akkor honnan szerzek még több szenet? Mondjuk... Mert ugye ez a fogyasztás meg termelés per nap, ez kicsit ilyen csalóka dolog. Mert szerintem ebben nem veszi figyelembe azt, hogy folyamatosan hozunk. Vagy de? Szénhalom. Ja! Igen, amit most kihányt magából. Ja, itt van generátor, ennyit eszik, gőzfűtők ennyit esznek, hősugárzók ennyit esznek. Gőzfűtők sokat esznek. 5 gőzfűtő van. Viszont ha megnövelném a hatókörét, na már ezt hol látom jól. Lehet, hogy ezt a 3 gőzfűtőt azt ki tudnám váltani. Mondjuk ezt nem, ezt mondjuk arrébb tudnám tenni.
Az biztos, hogy ott marad, annak ott kell lennie, meg ennek is. Tehát lenne három gőzfűtőm az öt helyett. Jó, azt írja el, hogy mennyivel növekszik a hatóköre. Hőzóna kiterjesztés. Azért nem emlékszem már, hogy mekkora az az egy sugár. Van olyan széles, mint a börtön? Ugye ez tök jó lenne tudni. Hogy mennyire lehetne lebontani pár hősugárzót. Marha jó kérdés. Mert annyira örülnék, hogy ez kicsit jobban az orrom alá dörgölni, hogy ez pontosan milyen hatással lesz majd rám. Vagy... Már érted, de ezzel meg... Kevesebb szenet. Minusz egy szín. Hogyha hősugárzót akarnám. Jaj, várjál, hol volt az a fasz a képernyőn? Itt hősugárzó. Annyira nem számottevő, de azért takarítanánk meg vele. Egy szén, két szén, három szén, négy szén, öt szén, hat szén, hét szén, nyolc, kilenc szén. Tehát 26 helyett lenne 17. Segítség az is, de azért... Át! Kell azt kérni, hogy minél több helyre el tudjuk azt a hőt juttatni, amink most van. Jó, tehát ha a generátor fogyasztása megtriplázódik, akkor ez sok lesz, ez 2100 és 2400 között naponta. Ez marha sok. De konkrétan kétszer annyi szénre lenne szükségünk, mint most. Az mondjuk igaz, hogy szerintem a munkaerőm van annyi, hogy ezeket üzemeltethessem. És mit írta? Nem ez, bocs, mondom, nem ez. És mit írt a... itt a gőzfűtőre? Több szenet éget el, kösz. Mégis mennyivel? Megtriplázódik. Nem tudok dönteni, hogy mi lenne jó. Felkészülés a viharra. A vihar legerősebb szelei okozták a hőmérséklet csökkenést, amit korábban tapasztaltunk. Lehetetlen a vadászat. A dömények az üvegházakban megfagynak. A városon kívül minden oda fog veszni, és amit... És mi is így járunk, ha nem tudunk megfelelően fűteni az otthonainkat. Fel kell készülnünk. Csökken a remény. Az igen, feleződött. Az igen. Jó, kész az automatánk is közben. És kaptunk pár küldit. Előörsök. Visszahívni minden felderítő csapatot. 5 nap 18 óra. Túlélő. Túlélők megmentése. Miért? Miért kell nekem túlélőket menteni? Hideg.
generátor... Jó, a játék megoldotta. Tehát... Muszáj azt kifejlesztenünk. Generátor 3-at. What? Ácsi! Micsoda? Generátor erőfejlesztés 3. Van rá 5 nap, 6 napom. Ugye ezt kell 6 napon belül? Értem. Oké. Ezt jól össze kell logisztikázni akkor. Mert ez kell 75 acél, hogy magát ezt a negyedik szintet feloldjam. Ki tudja 50, 75, 25... Aha! Akkor az utolsó szinthez meg kell állni fog 100 acél. A 175 acél, hogy elérjük azt, amit kell csinálnunk. Meg még ugye megcsinálni, és akkor már szerintem a hatékonyságot érdemes lenne. Tehát valószínűleg innentől a fűtésre fogunk fókuszálni, ha tudunk. Ah, fuck. Tudunk-e addig betenni? Nem, de egyikhez kell a cél. Jó. Marhára kell az acél. De hogy ezt 5 nap alatt... Hogy? Illetve... 1644 étel adag. Oké. Leves. Arra még a raktárom sincs. Mindig vannak itt faládák, hát ez zseniális. 25 darab fa. Ezt valaki szedje össze. Akármennyire is marha hideg van, szedjük össze, azt kész. Jó, ezeket én itt látom a kajánál, hogy mennyi van elraktározva. Nem, ez csak a termelésünk. De 600-at tudunk elraktározni. És egy ilyen raktár az 300-zal emeli. Ugye? Tök jó, hogy írja, de igen. Úgy, ez is acél. Honnan szülök acélt? Rabok kb. Egy nap. 30 acélt kapok ezzel. Jó, ezt lebontom már most. Nincs hely a raboknak. Szórakozol velem, te játék. Biztos tudom vonni, hogy ne...
Oké, tehát akkor nem... Jaj, de várjál most újra ki... Azt nem mond, hogy megint az elejétől kezdik, basszeg. Ne. Jó, akkor ez rossz döntés volt, így instant. Oké, az automatánk meg lett. Tehát akkor ezt én ki is kapcsolom. Jó, ezt pont letoljom, csak hozzá kell. Hét óra múlva megint kapunk egy százat, hat óra 200. Az a baj, kevés a, kevés az acél. Úgyhogy... muszáj... muszáj őket etetni, hogy jobban dolgozzanak. Hát ezt hogy kéne jól csinálni? Az biztos, hogy amíg nincs acélunk, addig nem tudunk semmit se kezdeni. Most kéne a fejlett acél, hogy még hatékonyabbak legyünk, és még többet tudjunk ahhoz termelni, hogy tudjuk ezeket a dolgokat finanszírozni. Jó, szedjük össze, mit tudunk. Kell... 75, 175 acél alsó hangon, hogy csak fel lehessen azt oldani, hogy megépítsük, amit akarunk. Tehát mi hamarabb kell egy rahedli acél. Úgyhogy azt... azt nagyon-nagyon dolgoztatni kell, ezt a két gyárat. Étel kell adag. Első körben ugye érdemes volna, vagy hát muszáj lesz bővíteni a raktárat. Azt mondja, hogy még kell ezért, tehát háromat le kell tegyünk. 600, 1800, ja, hármat le kell tenni, az azt jelenti, hogy... az 60 acél. Nem tudok erre valami fejlesztést dobni gyorsan, amíg nincsen acélunk. Nem, mert lokkolva van minden mögötte, én behalok. Szomorú, de ezt a sort kihagytuk, és így most szívunk. Tehát az még 60 a cél a 175-ön felül. Vagy van itt acélraktárunk? Nem sok acél van, azt át tudnánk nevezni. Ez ételadag, ez szén, az kell. Te acél vagy. Te legyél ételadag, oké, már is csak kettőt kell. Te fa vagy. Jön be fa? Jaj, nem akartam. 100 acél, 56, ez kell. Jön be fa. Bár mondjuk max akkor nem termelünk ki és jó napot, az annyira nem izgat. Jó, akkor ezt is módosítjuk ételadagra. És módosítjuk ételadagra. És akkor a fa kitermelés az le lesz baszva valahova és kész. Az étel elraktározásunk az szerintem így viszont meg lesz. Jaj, ezt nem is itt látom, hanem traktáron. 300, étradag 1500, bakker, egyet még így is kell építsek. Így viszont az automatát át tudnám helyezni valahova. És nem tudom, hogy mi az, amihez hogy mit nem akarok olyan nagy hatékonysággal. Jaj, várj, az a temető. Hova tegyek automatát, ami annyira nem baj?
Mondjuk ezt a kettőt tudnám akkor két automatával üzemeltetni. Csak akkor nekik meg a... az a gitától lesz hasztal. Ó, hogy az Isten itt. Vagy ide mondom azt, hogy ezt egy automata szedje össze. Első körben nem döglünk meg. Bár mondjuk nem tudja összeszedni. Mindegy, akkor nem kell. Nem hiszem el, hogy mindenképpen el kell használja a köcsém. Pedig muszáj lesz. Egyet muszáj építsek sajnos. Tehát egy erőforrás raktár kell. Jó, így maradt 4 szenünk, acélunk, viszont persze tényleg 175-re lesz szükségünk. Hogy feloldjuk, aztán még a kutatások, ugye? Te fájtál 10 acélba, te 25-be, akkor az valószínűleg 50 acél lesz itt tippre. 20 acél, az mondjuk 25, 50. 40, akkor mondjuk 300 acél. Mondjuk tényleg azt az egyik, hogy 200 acél úton van, és gyártunk is. Remélem elég lesz. Viszont akkor ez az első, hogy ezt föl kell oldjuk. Mert akkor feloldjuk. 11 óra, amíg megcsinálják, akkor kajáltatni kéne őket is. Ő nekik kéne adni plusz kaját. Ötvenet csinálnak óránként. Jó. Kvázi megvan a terv. Gyártunk amennyit gyártunk a célt. Be fog jönni még 200 mindenképp. És oda már nem fogunk tudni szerintem visszamenni. Tehát van 200 acélunk és cső. Abban reménykedhetünk, hogy itt találunk acélt. Ja, tehát ezeket már nem tudjuk elérni. Hogy volt Bic? Akkor amit szállítanak, az bejön, és én nyugodtan föl tudom számolni akkor itt ezt. Jó. Ezt muszáj lesz akkor. Jó. És ugye van egy fa előőrsünk, ami meg nem érdekel minket. Van egy kaja előőrs. 100 nyers kaja. Talán innen még ki tudnánk szedni egy 100 nyers kaját. Ez nagyon necces lesz szerintem.